Miután egyéni gyűrűt kaptak, a hálóba akadt madarak a faj meghatározást követően átesnek a fizikai állapot felmérésen. Az adatbázisba vett adatok statisztikai elemzések tárgyát is képezik. Nádi sármány. Tamás Enikő bajai önkéntes egy kék cinege kondícióját mérte fel. Most megfújom a hasát, hogy azt lássuk, hogy mennyi zsírraktár van a madáron, hogy 3-3, illetve megnézzük, hogy vedlik-e. 0 vedlés. Az egyéni azonosító tartalmazó gyűrűk nem csak vonulási szempontból, fajvédelmi szempontból is nagyon nagy segítséget nyújtanak. Ma ez már nem csak arról szól, hogy kíváncsiak vagyunk arra, hogy hová mennek, honnan jönnek, hanem mostanra eljutottunk odáig, az ember tevékenysége miatt elsősorban, hogy majdnem minden madarat védenünk kell. Tehát, hogy valami aktív emberi tevékenységre van szükség, hogy megőrizzük az utókornak. Ehhez azonban ismerni kell a madarak vonulási vonalát és az élőhelyüket, hogy mely területeken mozognak. Szerbiában ez az egyetlen gyűrűzőtábor, amely folyamatosan, megszakítások nélkül működik több mint 30 éve. Vannak más kísérletek, ahol hosszabb, rövidebb ideig fönntartanak táborokat, de a Ludasinak az a jelentősége, hogy most már szinte kutatói központ lett, fölverekedte magát ez a tábor egy olyan nemzetközi szinten is elismert táborra, ahol egyrészt képezik a gyűrűzőket, másrészt ez egy ökológiai tábor is, tehát azt sosem szabad elfelejtenünk, hogy nem csak madarakkal foglalkozunk. Az ökológiai táborok keretein belül egyebek mellett rovarász és mocsári teknős monitoring szakcsoportok is működnek. Akik pedig érdeklődnek a természet vagy a madárvilág iránt, a Ripária vagy a Palicsludas közvállalaton keresztül jelentkezhetnek a táborokba. Legközelebb jövő nyáron lesz hálóállítás a tóparti nádasokban.